Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti mozaikot a Kistelek Városi Televízió magazin műsorát látják. Mai műsorunkban a Városi Nyugdíjas Klub évköszöntő rendezvényéről tudósítunk, továbbá a Vízkereszt ünnepéről és a triatlonról is megtudhatnak bővebb információkat. Tartsanak velünk! Magunkkal. Igazán sokan megfeledkeztek, így most ne zavarjon senkit, hogy most mennek a lányok végig és raknak föl poharat. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm Nagy Sándor polgármester urat, köszöntöm Domonics János alpolgármester urat, köszöntöm Sándor Szidónia képviselőasszonyt, és köszöntöm Vasrozikát, aki végre el tudott jönni közé, a Kisteleki TV vezetőjét. És köszöntöm Sándor Attilát, a Kistelek járás lap vezetőjét, aki mindig itt van nálunk, és fotózik, és fényképeket készít. Mivel polgármester úr jelezte, hogy vendégei vannak, így megkérem, hogy fáradjon ide, és átadom a szót neki. Köszönöm szépen. Még egyszer Isten hozott valamennyiünket, és ha nagyon rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy boldog új évet mindenkinek. Azt nem tudom pontosan, hogyha elége, hogyha csak ennyit mondok. És valljuk be őszintén, majdnem mindannyian elmúltunk 60 évesek. Itt van egy pár fiatalabb, de majdnem mindannyian 60 évesek elmúltunk. Azt mondja Marika Alik, így van. És majdnem azt látom, ha az ember jó kívánságot akar kérni, köszönteni, talán azt kéne mondanunk, hogy jó egészséget jövőre is. A többit meg majd megvesszük valahol. Úgyhogy én elsősorban jó egészséget szeretnék kívánni maguknak, és minden embernek, nekem is néha kell egy kis igazítás a fejben, mert nagyon sokszor esetleg nem jól látja, vagy elégedetlen, vagy azt gondolja, hogy még jobb is lehetne. Tudják, hogy 6 gyerekem van, 5 lányom, és a második legnagyobb lányom, Sára, az nagyon sokat Ausztriába élnek, a hegyek között, és 31-32 éves, és még mindig ilyen sportolómániás, és ha csak tehetik, akkor ott vannak. Elmentünk a családdal január 2-án ki 3 napra meglátogatni őket. Mindjárt az elején elkezdtem elégedetlenkedni, hogy Ausztriába is az ember meg akar inni egy sört, vagy ne agyisten valahol elmegy, minden milyen drága lett. És ott morogtam magamban néha, pedig esküszöm nem vagyok ilyen fogtechnikus. És akkor a családról készítettünk egy képet, amit elküldtem többek között Horvátországba egy nálam 10 évvel idősebb, nagyon jó barátnak. És az Ivó bácsi, aki már többször volt Kisteleken is, visszaírta, hogy gratulálok, én meg minden percét az életemnek. Hirtelen eszembe jutott, hogy hát mi a bajom? 6 gyerekemből 3 itt van mellettem. Gyönyörű helyen iszok egy szép sört, és még én ott morgok.
mikor, holott azonnal kaptam az üzenetet, hogy minden pillanatát próbálok megélni az életnek. És nagyon nem mindegy, hogy úgy fogom föl, hogy attól morogni kell, vagy úgy fogom föl, hogy egyébként fantasztikus dolog, és hál' Istennek egészségben, békességben, köszönöm szépen, jó vagyok. És ha hiszik, hanem másodikán így ezek is útra való, ez az egy kis üzenet. Átformálta a kovakot. És már is az ember egy ilyen apróságtól képes egyébként másképp látni a mindennapi életét. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiunknak, hogy amennyire lehet, éljük meg ezt az életünket, amilyennek csak tudjuk. Hogy ne lenne sok bajunk. Alig van olyan reggel szerintem, hogy ne úgy ébredjünk, hogy vagy a derekunk, vagy valami ne fáj. Ez később csak rosszabb lesz. Én már 63 évesen idegesít az, hogy már nem úgy fűzöd be a cipőt, hogy már tehát ismerik ezt önök, azt gondolom, sok bajokban. Elfelejtettem a vérnyomás csökkentőt beszélni. Hú, a francban, otthon vagytam. Tehát ezek a mindennapi az embernek vélt hülyeségei, holott pedig annak kell örülnünk, hogy majd eljöhettünk, annak kell örülnünk, hogy sok jó emberrel találkoztunk, annak kellett örülnem, hogy végigmentem itt az évelején is, akár az utcán, de akár karácsonykor, és találkozott az ember valakivel, akkor mondta neki, hogy boldog új évet, vagy boldog karácsony, akkor visszaköszöntünk egymásnak, hiszen majdnem mindenkit ismerünk. Itthon vagyunk, és nekünk ez jó. És lehet, hogy szebb lenne, vagy jobb lenne, vagy egyébként gazdagabb lenne. De a lényeg az, hogy olyan környezetben élhetünk, ami kis városunkban, ahol azért magunk módján figyelünk egymásra, különösen igaz ez a nyugdíjas klubra is, akik azt is fontosnak tartják, hogy egy zsíros kenyér mellett, egy pohár mellett, abban majd úgy lehet valami bele is kerül, egymás szemébe nézve azt mondják, hogy legyen neked is egy jó évet. Úgyhogy kedves klubtagok, kedves Marika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm szépen, hogy gyorsan is kérdezgethetek. Legyen nagyon szép évetek. Vigyázzatok egymásra, és elsősorban az egészségére mindenki nagyon vigyázzon. Úgyhogy boldog új évet, jó egészséget. Köszönöm szépen. Most akkor elmondom, hogy én üzentek Kunstárné Irénke, Sejben Józsi, hogy nem tudnak jönni, Szabolcs, Tóth Szabolcs, hogy lehet, hogy ide fog érni, de nem biztos orvosnál van, úgyhogy így vannak problémák. Aztán vannak olyanok is, akik nem jeleznek, egyáltalán meghívók elmennek, de úgy gondolják, hogy nem kívánnak jelezni vissza, hogy eljönnek vagy nem, de így fogadjuk el, így kerek a világ. Ami szépséghibája van a mai napnak, én valahol elhagytam a mappámat. Tehát most rögtönözve beszélek, mindenem oda van, az összes tudásom, mondja Borbaláné Gicuka. Hát nagyon-nagyon-nagyon boldog új évet kívánok mindannyiótoknak. Nagyon örülök neki, hogy ennyien eljöttetek. Nagyon sajnálom azokat, többen jelezték vissza, hogy betegek és nem tudnak jönni. Nekik jobbulást kívánok. És amit itt polgármester után is én is kívánhatok, hogy legyetek nagyon egészségesek 2024-ben, és utána még inkább, hiszen ha az egészségünk megvan, akkor utána már talán minden az hozza magával a boldogságot is, az örömet is. Kívánom mindannyiótoknak, hogy legyen nagyon sok örömet ez az életben, de sikerüljön megtalálni azt a kis pontot, szoktam én mondani mindig, amiben belekapaszkodtok, a sötétbe mindig van egy kis fénysugár, amivel lehet kapaszkodni és azt nézni, nem a sötétet, hanem azt a csöpp fénysugarat, mert a sötétet nézzük, akkor csak egyre szomorúbbak leszünk. De a fénysugár az fényt rak a szemünkbe, és a fénysugár
növekedni fog. A sötétség nem a fény hiányát jelenti soha, csak a fény eltakarását. Ne hagyjátok, hogy eltakarja magatokba a fény. És most megkérem Valikát, hogy mondja el a versét. Igézte szívünket, ahogy ragyogott, békét, boldogságot, örömet hozott. Eltűnt, mint a pánfor, minden, ami bánt, még a szomszédunk is jó reggelt kívánt. De a valóságra már úgy ébredén, nem szökött be szobánk, nem szökött be hozzánk a boldogság, se fény. Csak a postás néni korán kopogott, és egy igen vaskos gáztámlát hozott. Mondta, holnap is jön táskával tele, mert a fűtésszámla már nem fér bele. Holnap után reggel, hogyha megfelel, akkor majd a villanyszámlát hozza el. Iparkodik, nehogy hidegbe legyünk, majd a három számla jól befűt nekünk. Boldog. Köszönjük szépen Valikának ezt a kis vidám költemény, és most megkérem Sisákné Elsikét, mondja elő is a versét. Közben éjfél üt az óra. Hallgat a muzsika, csendesül a nóta. Fölcsendül a himnusz, utána a szódat, akkor néhány percre vége minden szónak. Szemünkben még ott van a meghatottság könnye, de karjainkat már tárjuk ölelésre. Hogy boldog új évet kívánjunk egymásnak, szeretetet végig az egész világ. Boldogabb lettem a jövendőt, vagy könnyekkel teli bánattal keserül. Mindig csak jót várunk, félve reménykedünk, hogy az új évbe boldogabbak leszünk. Az új évtől mindig békét, csak békét várunk. Épségbe maradjon országunk és házunk. Ne kelljen félteni anyának a fiát, asszonynak a párját, gyermeknek az apját. Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok! Köszönöm szépen Erzsikének ezt a szép verset, és most megkérem Magon Gyurit, hogy fáradjon ide. Mindenkinek boldog új évet kívánok. Ezen bornak szőlőtőke volt a neve, zöld volt a nevele. Görbevassal kapágatott kis tőkéske, magyaró pálcikával kötözött kis hordocska, abban forrogatott ez a jó borocska. Ez a bor oly jó bor, hogy masszív vidámító, holnap pedig emberbolondító. Szőke disznó mars az áristomba, adjon az Isten a németnek nagy kaszát, hogy a magyarnak arasson jó húzát,
a tótnak pedig bugyogót, hogy legyen rajta 1000 fók. Kánaán földje van ám itt embere, el sem hiszik talán. Sűrű galambok szállnak az emberek után, ha egy kutatásnak porral szalad teli, túros lepényből van a házaknak fedele, szalonna hídak kötik át a folyót, hogy a népek nem fizetnek tőle adót. Nos hát dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, hadd szóljon hát a virtus. Noegerek kifelé, te meg jobbor befelé, Szent Kút verebély, hadba lakjék lefelé. Napja, ugye, ami hétköznapi emberek fejében, ugye a három királyok, illetve a karácsonyfa elbontása kapcsolódik hozzá, de igazából magáról az ünnepről szerintem keveset tudunk. És erről szeretnélek kérdezni, hogy mit jelent ez igazából, ez az ünnep? Ez érdekes, meg nem biztos, hogy én vagyok az illetékes benne, mert a református egyházban, meg protestáns gyülekezetekben talán kisebb jelentősége van ennek az ünnepnek, nem is kimondottan ünnepeljük a vízkereszt napját, de azt azért lehet tudni, hogy több mindent is ide kapcsoltak, de végül is a nyugati egyházban a három királyok, vagy a napkeleti bölcsek érkezése az, ami ennek az ünnepnek az alapját szolgáltatja. És ez engem mindig izgatott, hogy ez hogy lehet, vagy kik voltak azok az emberek, mert ugye egészen ilyen rejtélyes azok, hogy ott a Máté evangéliumában leírja, hogy egyszer csak föltűnnek emberek, akik messziről jöttek, és keresik Jézust, és láttak egy csillagot, és ez egy érdekes kérdés. Én inkább talán erről tudok beszélni, hogy kik voltak ők, és hogy találtak oda, meg egyáltalán mi ennek az alapja. Hát ez a három királyok, ez már egy későbbi elképzelés, mert a Máté evangéliuma, ő ugye a bizonyos fordítások szerint bölcseket ír, ugye az eredeti szövegben ott mági szerepel, ami a mágosznak, a görög kifejezésnek a többes száma, és az sem eredeti görög kifejezés a mágosz, mert ez a perzsából vették át, ami a mágusz. És ez a mágusz, ez a magyarban is szerepel, ez mágust jelent egész konkrétan. Tehát ezek olyan jellegű bölcsek voltak, akik ilyen, inkább mágusoknak mondanám. De milyen mágusok és honnan találtak rá Jézusra? Talán a csillaggal kezdeném, mert hogy a csillag, az még Mózes 4. könyvében olvashatunk egy történetet, ahol Bálák király elküldi a küldötteit Bálámért, aki szintén egy ilyen érdekes figura, talán ő is mágus, bár nem biztos, hogy pont abban az értelemben.
Mégpedig azért, mert jön Izrael népe, és szeretné, hogyha megátkozná őket. És elmegy Bálám, de egyszerűen képtelen megátkozni Isten népét, és ekkor elhangzik gyakorlatilag egy profécia, amikor azt mondja, hogy csillag származik Jákobból, ugye Jákob ő, aki az Izrael nevet kapta, tehát az ő nevét viseli a nép, és csillag származik Jákobból, királyi pálca Izraelből. És ezt tudták már akkor is az emberek, hogy ez azt jelenti, hogy egy csillag egy királynak a születését, vagy érkezését, az Istentől megígért király születését és érkezését jelenti. És ugrunk jó sokat az időben, mert ez valamikor Krisztus előtt olyan 1450 után, 1450 és 1405 között, Krisztus előtt 1450 és 1405 között történt, és Krisztus előtt 605-ben a babiloni birodalom leigázta Izraelt. És nagyon sok embert elhurcoltak, és az értelmiségieket, vagy a magasabb rétegből valókat megtartották a királyi palotába, és elkezdték őket átnevelni a babiloni előjárókká. És az egyik ilyen átnevelendő ifjú, ő Dániel volt, Dánielnek a könyve is szerepel a Bibliába, Dániel próféta könyve, aki fiatalon Babilonba kerül, és különböző történeteket olvashatunk vele kapcsolatban, de a lényeg az az, hogy Nabukadnetszár, aki a babiloni vezér volt, vagy uralkodó, kapott egy álmot Istentől, amit nem tudtak a babiloni bölcsek, azaz máguszok megfejteni. Tehát ott érdekes, hogy olyan bölcsekről beszél a Dániel könyve, akik valójában ugye hát az akkori kor szerint az ókorban bölcseknek számítottak, és akár álomfejtéssel, asztrológiával, meg egyéb ilyen dolgokkal foglalkoztak. És a Nabukadnetszár nagyon megharagszik rájuk, hogy nem tudják megfejteni, hogy mit jelent az ő álma, és már azzal fenyegeti ezt a réteget, mert gyakorlatilag ez egy ilyen réteg volt, a társadalmi réteg, hogy mindegyiket megöli, és kiírtja gyakorlatilag az egészet, amikor jön Dániel, és ő Isten segítségével meg tudja fejteni az álmot. És ezután Nabukadnetszár ezeknek a bölcseknek az élére helyezi Dánielt. Azt a Dánielt, akiről tudjuk ott a róla szóló könyvből, hogy nagyon hűséges volt az Úrhoz, még az idegen országban is kitartott a hite mellett, és tartotta magát a Tórához, az Isten törvényéhez, és a bölcseknek ő lesz a vezére, és valószínűleg így jutott el ezekhez a keleti mágusokhoz az Isten kijelentése, vagy mondhatjuk, hogy az Ószövetségnek, a Bibliának az ószövetségi lapjai. És eltelik ugye ezután 600 év, és megjelenik az a bizonyos csillag, és ott vannak emberek, akik azóta is olvasgatják és forgatják a Tórát, és rájönnek, hogy itt valami nagy dolog történt. És ez azért is különleges, mert gyakorlatilag Máté evangéliumában nem a zsidók közül vannak azok, vagy nem közülük kerülnek ki azok az emberek, akik először fölismerik Jézust, hanem egy távoli nép közül, a pogányok közül, valakik már rögtön az elején fölismerik, hogy Jézus a Messiás és ő a megváltó. Hát az egyházi év kezdete az eltér a polgári év kezdetétől, ugyanis az egyházi év az advent első vasárnapjától Krisztus király vasárnapjáig tart. Éppen azért a karácsony ünnepe, amit december 25-én tartunk a keresztény egyházban, az már az új egyházi évre tehető, tehát advent első vasárnapja az mindig Szent András ünnepéhez közeleső vasárnaphoz köthető, ebben az új egyházi évben december 3-án kezdődött az új egyházi év, így hát ugye karácsony ünnepe már ennek az új évnek az egyik nagy ünnepe, és valóban, amint elhangzott, vízkereszt ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik, és mondhatjuk, hogy a karácsonyi időszakot, a karácsonyi ünnepkört vízkereszt ünnepe zárja le, és
ekkor kezdődik el az úgynevezett évközi idő, és hát egy profán értelemben a farsangi időszak. A vízkereszt ünnepével kapcsolatban az ünnep kialakulása az hát Krisztus után 330-ra tehető körülbelőlegesen, aminek a története tulajdonképpen az, hogy a római korban január 6-án egy olyan jótékony istenségnek a megünneplését ünnepelték, amelyet a rómaiak egy pogány ünnepként, egy fontos pogány ünnepként tartottak számon. És éppen ezért a keleti keresztények, hát hogy mondjam, erre az ünnepre, erre a pogány ünnepre úgy rá tromfoljanak, ezért karácsony ünnepét január 6-ára helyezték. Ugyanígy a nyugati kereszténység szintén egy pogány ünnep helyére helyezte karácsony ünnepét, december 25-e, ugyanis egy pogány ünnep, azaz a Sol Invictus, legyőzhetetlen nap ünnepe volt. És azzal, hogy a nyugati kereszténység ezen a napon, azaz december 25-én ünnepli a karácsonyt, Jézus születését, ezzel mint egy jelzi, hogy számunkra Krisztus a legyőzhetetlen és felkelő nap. Na most a vízkereszt ünnepe az tulajdonképpen három Jézus életének egy hármas vonatkozását tárja elénk. Az első Jézus megkeresztelkedése, második a három királyok látogatása, és a harmadik Jézus első csodájának, azaz a kánai mennyegzőnek a felidézése. A keleti egyház mind a mai napig vízkereszt ünnepét január 6-án tartja, de nem vízkeresztet, hanem Jézus megkeresztelkedését ünnepli. A nyugati egyház, azaz mi római katolikusok vízkereszt ünnepén a három királyok látogatását ünnepeljük, és Jézus megkeresztelkedésének ünnepét pedig rá következő vasárnap. Hát ebben az évben az úgy alakul, hogy szombaton lesz vízkereszt ünnepe, január 6-án, és január 7-én, másnap pedig Jézus megkeresztelkedésének ünnepe. A kánai mennyegzőről való megemlékezést, az pedig valamelyik hétköznapon szoktuk ünnepelni. A nyugati egyházban, azaz nálunk, amit említettem, vízkeresztkor a három királyok látogatásának az ünnepe van, és erről Máté evangélista számol be, mindannyian ismerik ennek a történetét, amikor napkeletről három király, habár a Szentírás nem jegyzi meg, hogy hányan voltak, csak az ajándékok számából feltételezik azt, hogy hárman lehettek, akik ugye aranyat, tömjént és mirhát adományoznak a kis Jézusnak. Tulajdonképpen ennek az ünnepnek a lényege az, hogy Jézus, aki karácsonykor Betlehemben megszületett, nem csak a zsidó nép számára érkezett, hanem a pogányok számára is, és ez a három király, akik feltehetően pogányok voltak, az ő látogatásuk jelzi azt, hogy Jézusnak a hatalma, Jézusnak az isteni uralma nem csak a zsidókra, hanem a pogányokra is kiterjed. Ugye ehhez a naphoz köthető a víz szentelés, ugye víz kereszt, tehát ezen a napon szenteljük meg a vizet, amellyel majd meghintjük a házakat, és a vízkereszti hagyományokhoz kapcsolódik a házmegáldás, házszentelések időszaka. Ez nyilván nem kötelező, aki szeretné a házát megszenteltetni, Isten áldását,
kérni a házra, az megteheti, de ehhez kapcsolódott, mint egy népszokásként az, hogy a hívek a szentelt vizet a templomból hazavitték, és ezzel ők maguk is ugye meghintették a házaikat, valamint az állataikat, ezzel mint egy Isten oltalmába helyezve mindezeket. A víz hintéssel kapcsolatban csak úgy mellékesen szeretném elmondani, hogy nem a szentelt vízben kell bíznunk és innünk, hanem az Istenben. És tehát előfordulhat az, hogy valaki megszentelteti a házát, vagy állatait, vagy földjeit, bármit. Ez azonban kelthet egy olyan téves elképzelést, hogy a víz az majd mindent megold, nekem meg nem kell változnom. Tehát nem a víz a lényeg, hanem az, hogy Istennek a segítsége, kegyelme, jósága az változásra ösztönzi az embert. Tulajdonképpen nem a víz változtat meg dolgokat, a szentelt víz, hanem az ember gondolkodásának és hozzáállásának kell megváltoznia. És hogyha ez megváltozik, akkor a dolgok is változnak. Tehát, hogyha valamit rossznak tartok az életemben, vagy a társadalom, a közösség, vagy épp a családom életében, akkor, vagy a személyes életem vonatkozásában, akkor az nem azáltal fog megváltozni, hogy jön a pap és mindent meghint szentelt vízzel, és akkor várjuk a csodát. Hanem a csoda az, amikor bennem megy végbe változás. Mert hogy ha valami rossz, akkor az valami miatt kialakult. Ugye, hogyha egy családi kapcsolat megromlik, akkor az nem azért van, mert Isten levette a kezét rólunk, és már nem foglalkozik velünk, és majd a szentelt vízzel ezt visszahozzuk, hanem valószínű azért romlott meg, mert bennünk valami elromlott, és ezt kell helyreállítani. Tehát nem a víz változtat meg dolgokat, hanem a mi szándékunk és a mi akaratunk változtat meg dolgokat, és nekünk erre kell figyelni. Farkas Zsolté Nagy Marian, triatlonista. Ugye Kisteleken ez a sport régebben nem volt szerintem jellemző, de egy idő óta felfigyeltünk arra, hogy van, aki triatlonozik. Mit lehet erről a sportról tudni, hiszen azon kívül nagyjából, hogy háromféle dolog van benne, átlag ember nem gondolja át ezt pontosan, mit jelent ez. Igen, a tri az így nagyon árulkodó, hogy egy három sportot kapcsolunk össze, ez az úszás, kerékpározás és futás, és nem úgy, mint az ötusában, ahol külön csinálják meg az öt versenyszámot, itt egymás után folyamatosan történik. Tehát az, amikor mondjuk úszásból átváltunk ruhára kerékpárra, vagy kerékpárról átváltunk futásra, ez a depó idő is beleszámít a végeredményt. Úgy, ahogy elrajtol az ember az elején a vízből, vagy a partról beszaladásra, onnantól kezdve, míg át nem szalad a célvonalon, addig végig megy az óra. Akkor érdemes megtanulni gyorsan öltözni is, nem csak a sportokat. Igen, már egyből négy versenyszámba indulsz. Hogyan tudtok erre készülni, ezekre az edzésekre, vagy ezekre a versenyekre? Igazából a triatlon egy rendkívül időigényes, hiszen itt igaz, szoktak poénkodni az amatőr triatlonisták, hogy azért triatlonozok, és nem csak futok, vagy kerékpározok, így három sportban lehetek egyszerre rossz. Tehát, hogy itt tényleg mind a három sportot fejleszteni kell, ugye nagyon sok időt fordítunk mindig arra a sportra, amelyik éppen a gyengébb. Olyat is szoktak mondani, főleg a profi világban, hogy a triatlon a jó úszóknak a futó versenye. Hiszen főleg ott, amikor még rövidebb távokról van szó, akkor ugye úsznak nagyon sokszor együtt, és ők bolyozhatnak kerékpáron. Ugye ez mindig azt jelenti, hogy egymásnak a szélárnyékába is mehetnek. Ezért ugye, aki kijön jól úszáson, el tud menni egy jó erős bolyjal, és hát persze onnantól kezdve futáson már tényleg ez az elit rész versenyez egymás ellen. Hosszú távúnál ott már egy kicsikét árnyalódik, hiszen ott eleve az úszás már jobban szétzilálja a mezőnyt. Az idei, vagy a tavalyi világbajnokságon, amikor a 20 legjobb, így teljesen egy bolyba úszott, azért ilyet ritkán látni. De ott például már középtávon,
ahol 90 és 180 kilométert kell tekerni, ott konkrétan tilos bolyozni. Tehát tilos ráragadni a másikra, tilos szélárnyékba menni, ezért ott már nem számít, hogy mennyire legelől mentél el. És amennyire tudom, de sikereket is értél el, erről is szívesen hallanánk pár szót. Én teljesen amatőrbe versenyzek, tehát nagyon messzire vagyok a profiktól, ezért én sokkal inkább saját korosztályos sikereket, tehát hogy én nem vagyok annyira erős és jó, hogy abszolútban nagyon nyerném ezeket a versenyeket. Én önmagamban sikernek könyvelem azt el, hogy már több mint 8 középtávú versenyen indultam, ezek hosszúnak minősülnek, és azért akvatlonban másik, és duatlonban sikerült országos bajnokin dobogóra állnom a korosztályomban. És a másik, aminek nagyon örültem, hogy ugye itt edzünk az Alföldön, nem sok színgyűjtésre van lehetőségünk, de sikerült felkészülnöm a tavalyi évben, hogy Nizzában az Ironman féltávon tudtam rajthoz állni, és sikeresen meg is tudtam csinálni, hiszen ott azért a kerékpárpálya nagyon sok kihívást tartogat. Ez egy tipikusan nagyon technikás országúti pálya, és minden gond nélkül sikerült megcsinálni. Úgyhogy én erre elképesztően büszke vagyok. És ebben a sportban, itt Kisteleken van neked csapattársaid, vagy ilyen magányos farkas vagy benne? Igen, itt a magányos farkas kategóriája áll elő. Azért Kisteleken vannak, akik szeretnek országúti kerékpározni, vannak úszók, vannak futók, tehát és minthogy tényleg az edzések ilyenkor külön napra esnek, azért van, amikor lehet valakihez csatlakozni. De jelen pillanatban én úgy tudom, hogy egyedül vagyok, viszont annak idején Zita is csinált triatlonokat. Tehát azért itt a városban én mindig arra döbbenek rá, hogy Kisteleken nagyon sok sport van, lehet találni embereket. Tehát van, aki megcsinálta már többször az El Camino-t. Találtam olyan embert, aki már megcsinálta a kék túrát és teljesítette az egészet. És azért itt vannak triatlonisták is, úgyhogy igazából nem vagyunk annyira magányosak sportban, hogy teljesen ilyen furán néznének rám. És ugye említetted az öttusát, hogy az öttusa is a családodon belül érdekeltséget mutat. Kik próbálkoznak az öttusában a családotokban? Igen, soha nem gondoltam volna, hogy egyáltalán bárhol is közel fogok kerülni az öttusához, de a gyerekek így lehetőséget kaptak egy futóversenyen, beszélgettünk, hogy miért nem próbáljuk ki őket az öttusánál. Ugye az öttusában 5 versenyszám külön rendezik, itt úszás, de itt maximum csak 200 méterig van, tehát a profi olimpián is 200 méterig úsznak. A lövést és a futást azt egybevették, tehát egy ilyen lézerrán van benne. Ugye jelen pillanatban még benne van a lovaglás Párizsig, de Párizs után már egy OCR pályát, tehát egy ilyen, mint a Ninja Warrior-nál egy ilyen akadálypályát fognak használni, és a vívás az továbbra is benne marad. És a gyerekek felmenő rendszerben, nekem 3 gyerekem kezdte el a tavalyi évben, 2 fogják folytatni, a nagyobbik ő már gimnazista, úgyhogy ő nem itthon edz velünk, és ők még egyenlőre úszás-futás és külön lézerrán sportágba versenyeznek. Tehát a kicsiknél ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 versenynap van mindig. És akkor az egyik nap délelőtt jön lemegy az úszás, délután a futás, és a másik nap pedig a lézerrán, ami mindig úgy néz ki, hogy 2 vagy 3 körben kell futni, lőni. És hát itt el lehet képzelni, hogy milyen izgalmas, edzői szemmel is nagyon izgalmas felkészíteni őket rá, nekik meg megvalósítani, hogy egy futásban, amikor odaér, lieg, abból onnan egy mereven tartott, nyugodt, koncentrált pozícióba kell lőniük. Onnan indultunk a legelső versenyen, ahol még kezdtük, hogy tényleg úgy mentek el az 50 méteres medencébe, hogy a kislányom, aki akkor még 8 éves volt, hát örültünk, hogy végigúszta. Szóval tényleg ez az abszolút utolsó helyről indultunk az egészet, és valójában amúgy az öttusának, főleg itt a lézerrel nézni, egy elég bonyolult pályájuk van. Tehát persze azt gondolná az ember, hogy fut, lő, oda menni ahhoz az állványhoz, de amikor benne van stresszbe, úgyhogy az első versenyen tényleg az volt megadva a gyerekeknek, hogy senkit ne zárjanak ki. Úgyhogy hatalmas sikerrel zártuk, mindegyik fordulón végig tudtak menni, és
igazából, amikor elindultak onnan, hogy ilyen 20-30. Rész végéről, ahogy zártuk szépen a szezont, fel tudott jönni U10-ben, tehát 8 évesként végül is a 8-9 évesek között szépen a középmezőnybe. Jelen pillanatban az úszását Jánosi Adél viszi az úszó csapatban, és hát azért itt csillogó szemmel néztük az utóbbi versenyeknél így az 50 méteres idejét, mert úgy néz ki, hogy szépen így fölfelé tud jönni, úgyhogy tényleg nagyon várjuk ezt az idei szezont, és egyelőre úgy néz ki a naptárban, hogy 6 verseny vár rá.